A Magyar Honvédség mentális megújítását és egy ütőképes, elkötelezett, a NATO kötelékében is működőképes haderő létrehozását nevezte fő feladatának a Honvéd vezérkar főnökének jelölt Böröndi Gábor. Az altábornagyot a Honvédelmi Bizottság hallgatta meg a kinevezés előtt. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter azt mondta, katonai értelemben fel kell készülni arra, hogy az orosz-ukrán konfliktus elhúzódik, ezért hadműveleti szintre kell emelni a Magyar Honvédség képességeit. Kedden délben kezdődött a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ülése, amelynek egyetlen napi rendi pontja a vezérkari főnöknek jelölt Böröndi Gábor altábornagy meghallgatása volt. A tervek szerint ő váltja a múlt héten felmentett Ruszin-Szendi Romulus taposzton. Katonacsaládból származom. Böröndi Gábor 3 évtizedes katonai pályafutása alatt különböző szintű parancsnoki beosztásokban szolgált a Magyar Honvédségben. Részt vett európai, illetve Európán kívüli NATO műveletekben is. Széleskörű parancsnoki és katonai vezetői háttérrel, valamint a NATO-ban szerzett hadszintéri tapasztalatokkal is rendelkezik. Az én kulcsszavam, amit tudok önöknek ajánlani, mint honvédvezérkar főnök jelölt, a kiképzett, felkészített magyar katona. A magyar katonai hagyományokon alapuló erős és hatékony haderő létrehozása a célja, mondta a meghallgatáson Böröndi Gábor. Az altábornagy kiemelte, szemléletváltásra van szükség a honvédségben, valamint a katonák harcászati kiképzése, a stratégiai felderítés és a logisztika biztosítása is kiemelten fontos feladat. Soha ne kerüljön sor háborúra, de készen kell rá lennünk. Ennek tükrében a békevezetés rendszerét el kell felejtenünk, harcászati, harci kiképzést kell adni a katonáknak, először alacsonyabb, majd magasabb kötelékben. Ehhez kell a jól képzett tiszti és altisztikar. Ennek alapjai megteremtése megkezdődött. Egy óriási intellektuális kihívás áll előttünk, amikor a gondolkodásmódot akarjuk megváltoztatni. Ha az így szoktuk, meg nem így szeretnénk, nem létezik többé. Böröndi Gábornak több kérdést is feltettek a bizottság ellenzéki tagjai, például az altábornagy washingtoni tanulmányairól, a honvédségben zajló fiatalítási folyamatról és a szolgálati nyugdíj visszahozásáról kérdezték. Harcászati szintről, hadműveleti szintre lépünk, a megfelelő ember a megfelelő helyre kell, hogy kerüljön. A kormány a béke és a fegyverszünet oldalán áll, de katonailag is fel kell készülni arra, hogy az orosz-ukrán háború elhúzódik, amihez a Magyar Honvédségnek is alkalmazkodnia kell, erről a honvédelmi miniszter beszélt. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, a jelenlegi körülmények között az eddiginél harcképesebb, megváltozott kultúrájú, jól felszerelt és eltökélt hadseregre van szükség. El kell oda jutnunk, hogy a Magyar Honvédség a NATO, mint védelmi szövetség tagjaként, de a nemzeti haderőre épülve az újonnan beérkező eszközök rendszerbeállításával, az ehhez kapcsolódó harceljárások kidolgozásával, és legfőképpen egy megújult morális, lelki alapon, egy mélyreható szervezeti kultúra változást követően egy magasabb harckészségi állapotba kerüljön. Ennek zálogát Böröndi altábornagy úrban látom. A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság 8 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta Böröndi Gábor kinevezését a Honvéd vezérkar főnökévé. Kósa Lajos, a bizottság elnöke hangsúlyozta, a vezérkari főnöknek és a Magyar Honvédségnek kormányoktól függetlenül a hazavédelme és szolgálata a kötelessége.